estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Hamarosan elkészülhet Székesfehérvár első parkolóháza, méghozzá itt a Távirda utcában. A parkolóház egyébként majd 134 darab autónak biztosít helyet itt a helyszínen. Ezzel foglalkozunk a mai Esti Mérlegben, érdemes lesz ma is velünk tartaniuk. Ez a mintegy 4500 négyzetméteres, négyszintes parkolóház. 134 autó és 11 motorkerékpár tárolására lesz alkalmas. Eddig 240 tonna acél és több mint 2000 köbméter betont nyelt el az építmény, amely így lassan elnyeri végső formáját, majd következnek a külső burkolások és a belső munkálatok, hogy évvégén a kivitelező a területről levonulhasson, átadva a terepet a szakhatóságoknak. Március-április környékén tudott elindulni a beruházás idén. Most tartunk ugye ott, hogy a szerkezet az gyakorlatilag elkészült, elindulnak azok a belső munkálatok, világítás, gépészet és egyéb technológiák, amik ezután következhetnek, csak a szerkezet elkészülte után. Ha kész az épület év végével, akkor elindul a szakhatósági átadás, és vélhetően az év elején, jövő év elején lesz lehetőség arra, hogy a fehérváriak birtokukba vehessék Fehérvár első parkolóházát. 134 gépjárműnek lesz lehetőség parkolni. Elindulnak jövő héttől az értékesítések is, ami a fix parkolóhelyeket érintik, tehát egy védett kamerával őrzött területen le lehet tárolni havi parkolási díj megfizetése mellett a gépjárműveket egy fix helyen, illetve ugye mai nap nyilvánosságra hoztuk az óradíjakat is, hogy mennyire lehet óradíj alapon parkolni. Ugye a lakosságnak 298 forintos bruttó díja lesz a parkolásnak, ha pedig valaki havi bérletet szeretne vásárolni, akkor nekik nettó 23.000 forint lesz a díja, ezt ugye főleg vállalkozások, cégek, itt a közelben az irodaház bérlői vehetik igénybe, illetve lesz egy éjszakai parkolásra is lehetőség, aki ugye napközben dolgozik valahol, az éjszakára egy biztonságban tudhatja az autóját. Reggel 8 óráig állhat itt este 6-tól a gépjárműve, ennek 15.000 forint lesz ennek az éjszakai bérletnek a díja. És nem csak autók, motorkerékpárok is parkolhatnak majd itt a helyszínen az új parkolóház. Így van, hát durván egy 10 motorkerékpárnak is biztosítunk parkolási lehetőséget az épületbe. Tervek szerint mikor vehetik birtokba majd az autósok, motorosok a helyszínt, talán ez foglalkoztatja majd a nézőket a leginkább? Hát elindítjuk januárban, illetve évvégén a szakhatósági engedélyeztetést. Ez nyilvánvalóan néhány hetet, vagy akár egy-másfél-két hónapot is igénybe vehet nyilván a szakhatóságtól függően. Az biztos, hogy az első negyed évben meg fog nyílni a parkolóház. Semmilyen akadálya annak, ami ezt az időpontot tovább tolná, vagy hátrább tolná. Tehát az eredeti terv szerint lesz az átadás. Lesznek előre megváltható fix helyek, mellyel az itt parkoló gépjárművek a kamerás rendszernek köszönhetően biztonságosan tárolhatóak egész nap. A polgármester szerint ezzel egy korszerű parkolási lehetőséget kínál a város. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon látványos az a beruházás, ami itt a Távirda és a Várkörút között elindult hónapokkal ezelőtt, és amilyen eredményt most már így október közepéig a beruházó, a kivitelező fel tud mutatni, hiszen gyakorlatilag szerkezetkész Fehérvár első parkolóháza. Abszolút látszik, hogy tényleg a munka a befejezéséhez közeledik. Ugye várhatóan valamikor évvégén befejeződik, és a jövő évben a szakhatósági engedélyeztetést követően azt gondolom, hogy tél-tavasz fordulóján körülbelül meg is nyithatja a kapuit. 134 autóra és számos motorkerékpár elhelyezésére ad majd lehetőséget. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon szükséges itt a belváros környékén, hiszen valahol le lehet tenni biztonságosan az autót, akár nappal, akár este, hogyha valaki bejön a belvárosba, vagy itt lakik a környéken, itt dolgozik a környéken, vagy akár egyébként éjszaka. És annak is nagyon örülök, hogy nagyon modern lesz, hiszen készpénzzel ugyanúgy lehet fizetni, mind az esetben bankkártyával, vagy pedig telefonos mobil applikációval.
szóval biztos, hogy az utóbbi az egyre népszerűbb lesz, és talán ez is elősegíti majd azt, hogy nagyon sokan fogják használni. Aminek még azt gondolom, hogy örülhetünk, hogy a belváros ezen szegletén megvalósul magánberuházásban ez a parkolóház, és a Palotai úton pedig részben állami forrásból, részben önkormányzati forrásból pedig a parkolóháznak az első üteme egészen biztos. Így a belváros két szegletén lesz egy-egy parkolóház, sok száz autó befogadására alkalmas két hely. Én bízom benne, hogy ezzel is elő tudjuk azt segíteni, hogy minél több autó ne a közterületen kerüljön elhelyezésre, hanem parkolóházakban, vagy adott esetben később majd mély garázsokban. Ugye Fejérváron az utóbbi azért nem egyszerű, de itt volt egy foghítelek, ez a foghítelek most azt gondolom, hogy fontos feladatot, funkciót kap, és ez a szerkezet itt pár hónap múlva már alkalmas lesz arra, hogy ezt a több mint 130 autót befogadja nappal is, vagy adott esetben este, éjszaka is. Nagyon fontos, hiszen nem csak az itt lakóknak van sok autója, és van szüksége parkolási lehetőségre nappal, vagy adott esetben éjszaka, hanem hát megyei jogú városként rengetegen érkeznek be a városba is, tehát turisták, vagy éppen olyanok, akik itt dolgoznak. Tehát emiatt is fontos lehet. Valóban így van, sokan szokták kérdezni, amikor érkeznek Fejérvárra, hogy hol tudnak megállni, és ugye eddig felszíni parkolókat tudtunk mutatni, nekik ajánlani. Most már van parkolóház, lesz még ilyen szerencsére, ahogy előbb elmondtuk a városban, tehát végre lesznek olyan modern, korszerű 21. századi parkolási lehetőségek, amelyek azt gondolom, hogy tényleg már itt volt az ideje, hogy megvalósuljanak, és annak is örülök, hogy egy magán beruházó úgy gondolta, hogy Fejérvár fejlődésében bízik annyira, hogy egy ilyen egyébként nyilván nem kicsi beruházás, sem műszaki, sem pénzügyi értelemben nem kicsi beruházást maga erejéből megvalósított, és maga erejéből fogja üzemeltetni abszolút piaci logika alapján. Én ezt mindenképpen örvendetesnek tartom, és egy kicsit annak a visszaigazolásának, hogy a fehérvári vállalkozások, beruházók, azok bíznak Székesfehérvár jelenében, de a fejlődésében a jövőre vonatkoztatva egyaránt. Tervez-e a város esetleg a jövőben még parkolófejlesztés a város bármely területén? Keressük ezeket a területeket, azért nem könnyű, különösen úgy, hogy zöld területet továbbiakban sem szeretnénk átalakítani mondjuk parkolási felületekké. Tehát a zöld terület az szent, és inkább növelni szeretnénk a zöld területek számát, de azért bízom benne, hogy a tág értelme vett belváros környékén még számos helyen létrejöhet nagyobb parkolófelület, akár még egyszer a Palotai út első üteme után aznak a szomszédjában egy második ütemi fejlesztés lehetővé tenni azt, hogy a több mint 500 parkolóhely jöjjön létre, és hát nyilván várjuk a nagy kereskedelmi beruházóknak a jövőbeli fejlesztéseit, különösen nyilván a múlvás terület vonatkozásában a pláza tulajdonosának terveit, aki egyébként jelezte, hogy a tervek elkészültek, úgyhogy hamarosan bemutatja a városnak, mi azt fogjuk javasolni neki, hogy utána akár lakossági fórum, akár egy sajtótájékoztató keretében a tág értelme vett nyilvánossággal is ismertesse meg ezeket a terveket. Az biztos, hogy nyilván a fejlesztés végleges nagyságától függően, de ott nagyon-nagyon-nagyon sok száz, inkább ezres nagyságrendű új parkolóhely fog létrejönni, és talán az sem titok, hogy a Skála tulajdonosa is gondolkodik fejlesztésen, ami szintén további parkolófejlesztéssel együtt valósítható meg. Hogyha így vesszük, akkor azért ez már 1000-1500 a végén esetleg 2000 új parkolóhelyet is jelenthet a tág értelme vett belvárosban, ami azt gondolom, hogy azért hosszú időre a parkolási problémákat megoldja, legalábbis nagyon sokat javít rajta. Mindig megkülönböztetve azért a parkolást és az egész napos autó tárolást egymástól. Az utóbbit én úgy gondolom, hogy nem elsősorban a belvárosban kell megoldani, hanem igenis a P+R parkolók rendszerét kell létrehozni, és arra egy olyan közlekedési rendszert ráépíteni, hogy ott nagyon kedvezményesen letehessen az autót, és bejöhessenek. Viszont aki meg bejön a belvárosba ügyet intézni, munkahelyére, adott esetben egy városi programra, valamilyen rendezvényre, akkor az találjon jó minőségű és biztonságos parkolóhelyeket. Itt a Távirda várkörút között ez a parkolóház biztos, hogy ilyen lesz. A kivitelezési cég és a város köszöni az érintett autósok és lakosok megértését, türelmét, a beruházással együtt járó kényelmetlenség, zaj, porhatás vagy várakozás miatt. A teljes szerkezet elkészültével
Várhatóan október végétől ezek jelentős része megszűnik, mivel a további munkálatok már nem járnak ilyen akadályoztatással. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, ahogy azt hallhatták itt az Esti Mérleg műsorában. Tehát a jövő év első negyedévében várhatóan már meg is nyitja kapuit az új parkolóház itt Székesfehérváron. Én köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra!